Oké. Nyugodtan tedd fel a kérdéseidet, mert ki tudja, hogy mikor kerülsz megint sorra. Oké. Jó, mehet mindenki? Mehet. Jézusom, de kell tévén játszani. Meg a, van már valami terved, hogy mi lesz majd, vagy majd az kialakul? Hogy mi lesz majd? Van valami általános előre elgondolt terved, amit terem ellen szoktál, vagy Ja, mi? meccsen, aha. Ugyanez, ugyanez. Ez a legjobb. Ping, én felszoroltam. Csak jó kivitelezésben. Valam, hogy lehet, hogyha nem oda express, akkor nem megy el az a béz. Igen, ezt utólag gondolkoztam én is, hogyha máshova expelek. Szerintem az előző meccs nagyon jó volt, mert azt ne felejtsük el, hogy az én Mustem, ő nem silver játékos, hanem elég jó játékos, és nagyon sokáig tartott ahhoz képest a meccs. Kicsoda? Mostan? Aha, mostan jó játékos. Ja, azt a mid master. Bár azt így meg kell mondjam, bár a gyemeimben. Mindegy, ahhoz képest, hogy bronzos vagy a masteres ellen, ahhoz képest kurva jól játszottam szerintem. Így van, így van, mert a makró nagyon jó volt. Ja, bár sajnálom, hogy most egy kicsit üresen. Régen, ó, ajajajajajaj, régen mekkorák csatáztunk. De, hát nem tudom, mi lett vele. Nem nagyon tolta az mostani időben, aztán most leesett nagyon. Aztán már elég könnyen el, most már. Remélem visszafejlődik, mert nagyon szerettem elene járni. Nekem mennyi volt az AP-je, mert emlékszem még Gépzsír. Nem, én a drón számodat néztem, és tök jó volt. Ilyen 65 drónod volt a végére. Az 3 bázisra elég kb. Hát volt 140-150, egyszer elment 200-ra és akkor nagyon kettő van. Nekem is majd néha néha kérdezek egy drón számot, jó? Mert néha én nem vágom fel, hogy mennyi van. Jelenleg 17. Én nem, most jelen nem érdekem. Tudom én mikor van ez a pont, mikor nem érzem majd. Ilyenkor szokott engem Tatos nagyon erősen lecseszni, hogy hát már megint kevés drónod van, már megint nem drónozol, folyamatosan mondja nekem. Ja. Nagyon fontos a Queen, hogy egyfolytába injektáld a hatcheriket, mert ha csak kihagyod, akkor nincs lárvád, és nem tudsz csinálni drónot. Pedig arra figyeltem nagyjából. Én azt olvastam, hogy akkor jó, hogyha 10 percre a queenjeidnek 10 alatt van az energiája, akkor jól nyomtad az injektet. Persze én sem tudom ezt teljesíteni, de azért igyekszem. Mindegy, kezdem átérezni, mit éreznek a magasabb ligás játékosok, mert ez borzasztó nehéz volt így. Tehát én ez alatt nem tudom hány perc alatt teljesen leizzadtam. Nekik ez én is izzadok, de én csak azért nem meleg van, szóval. Így van. Nekik ez már egy rutin, mert lejátszottak, mit tudom én, 500 meccset, és nekik ez már egy rutin. Magasabb ligán... mesélte nekem egy srác, azt hiszem NFT Máté mesélte nekem, hogy
hogy magasabb ligán ez már alap, amit itt csinálnak. Tehát ez, hogy hogyan kell makrózni, az már alapot már ilyen magasabb szinten gondolkodnak, hogy mind a sakkba tudod, hogy mit lépjek az ő lépésére, hogy milyen taktikát hozzak arra, amit ő hoz. Neki már a gazdasági háttér már alap. Tehát ő neki nem kell ezen gondolkozni, hogy mit csináljak. Meg hogy ilyen sok kint hoztál, hát kérdezzek én is. Nekem azt szokott a gondom lenni, hogy hiába hozok én base-eket, ha nem tudom megvédeni. Ez rendszeresen probléma szokott lenni nálam. Tehát behozok egy harmadikat, jön egy marinsereg, kész. De ringeket hiába küldöm oda, lószar se érnek konkrétan, már bocsánat. A creep terjesztés is, tehát ha creepre figyelek, akkor egyszerűen valami mindig kimarad. Tehát én nem tudok annyira figyelni egyszerre. Megsokom zárójel, hogy a lószarszónál fogsz tenni, és sokkal csúnyábbat használni a nagyobb ligában. És ebből a derítésből mi derül ki számodra meg a... Hát a Marin az mint tárod is milyen megindul. És én még drónozhatok, mert én nagyon laza vagyok. Egyébként nem árt ilyenkor azért már lényeg, nem tudom. Van ott egy pár az én. Azt a mindenit, igaza volt Hatosnak, amikor most csinálta ezt a kezdőknek, hogy mennyit számít a múl. Nézd meg, 9. percnél tartunk, és már megállnak 60 drónja van. Tehát gyakorlatilag már tudna szaturálni 3 bázist. Szaturálok is egyébként. A creepeket csak azért hoztad, hogy terjesszék a creepet, vagy van valami más cél? Ja. Csak creep. Olyanokat akartam kipróbálni, hallottam, hogy vannak ilyenek, ilyen pályák, csak fogalmam sincs, melyik micsoda, hogy ha egy bizonyos szint fölé megy a minerálod, akkor vesztettél. Ja, igen, nem tudom, a queenednek ugyanígy az energiája, nem tudom, felmegy X érték fölé, akkor defeat, meg ilyenek, azokat kipróbálnám majd meg gyakorolni kellett, csak fogalmas is, hogy hogy kell, meg hol. Két ilyen pályán van. Az egyik az a... Ez egy multitasking trainer, azt hiszem, hogyha így rákeresel Ja, tényleg. Gyakorold már egyébként. Akkor ott van egy ilyen, hogy jobb felső sarok, tehát a pálya jobb felső sarkában van egy próba, amit így folyamatosan mikroznod kell egy zergling elől. A közben van egy bázisod, amin van két, tehát két bázis egymás mellett, azokat szaturálnod kell, és közben támad az ellenfél. Meg van egy arkon a legalul, a pálya alján, akit meg egy szigeten van, és ezt ki kell mentened onnan. Úgyhogy overloadot, loviszel, vagy mi, azt hiszem a négyük is működik, de az nem biztos. És ezt a három dolgot egyszer, az ilyen multitasking trainer. A másik, ami ugyan hasonló, az pedig egy rendes játékot szimulál, valami economy, ó, a franc tudja, micsoda, majd utána majd megnézem, hogy pontosan mi a neve. Ott akár egy barátoddal is tudsz játszani, ugyanúgy ilyen 1v1 meccset lehet rajta játszani, és hogyha 1000 minerál fölé megy a minerálod, illetve a queenednek az energiája felmegy egy bizonyos szint fölé, akkor jön egy ghost, és nukod dob a bézeidre. Vagy lehet, hogy csak egy bézedre. De vissza tudod vonni ezt a nukot, hogyha leviszed újra 1000 minerál alá a termelésedet. Megtanít makrózni végül is, meg hogy hogyan közd el gyorsan a pénzzel. Meg a mikro-tournament sem az.
Nagyon volt elrepentálat a tatos, hogy SVVVVVVV és ennyi. Így kellett volna előző meccsben, nézd meg, a fél map, te creepes és maxon vagyok majdnem. És az időt nézd meg. Hány drónom van most? 75. Mennyi? 75. 75. És ami kijön, az a... Nem, azzal több lesz, akkor mindjárt megmondom. 85. Na jó, max. Érdekes, hogy most nem nagyon csesztetett őket, tehát nem dropolgatott még 11. perc, azért már szoktak ilyeneket csinálni terán, hogy zavarják az érket. Nem gáltal, mert nem jár. Ilyen a kasz! Vagy most nem, hogy ki ez? Keverem a kettőt. Na jó, vannak. Azt mondtam neki, nem kéne. Jaj! Igen, mostan gyakorlatilag hagyott téged kimaxolni, köszönhetett nagyon. Na jó. Nézd vissza majd ezt a replayt, elemezd ki magadnak, aztán ha valami kérdés van, amit nem értesz, nem csináltam, akkor az. Akkor írjál rám majd holnap. Jó? Jó. Vagy miért van az, hogy nem tudom elmenteni a replayt? Ezt nem. De? Aha. De megvan egyáltalán? Ugye automatikusan is elmenti, de nem tudom külön save replay, nem tudok rákattintani. Na, tök mindegy. Van a, ha bemész az optionsbe, ott van a gameplay alatt egy ilyen, hogy save all replay. Van egy ilyen, aki kell pipálni, és akkor nem az unsaved mappába rakja, hanem mindent ment, az összes replay-et menti. Ja, igen, igen, igen. Oké. Okay. És akkor innentől kezdve az összeset elmenti. Azt hiszem, hogy át is lehet nevezgetni őket valahogy. Há, valahogy biztos. Igen, bemész a replay-eid közé, a tudod erre a kamerára rámész, és jobb klikk a replay-re, és akkor ott van egy rename, és akkor adhatsz neki egy előtt. Hát, mert én is tudtam. És az jó dolog, jó. Hogyha meg akarod jegyezni azt, hogy megadod neki azt a nevet, hogy hát ezt a játékot nem értem, elküldjük, megállnak egy eset. Jajaja. Na jó van, na, kösz a gémeken. Köszönöm, meg akkor egyébként volt már 12 nézőnk, hogy valaki kérdése követték ezeket a játékokat. Ezért remélem, hogy tanultál valamit, tudtunk segíteni. Hát persze. Ez egy jó. Ja, annyi, hogy még protoszellem még semmit nem mondtál az égvilágon eddig, de majd akkor majd máskor. Ja, protoszellem majd máskor, rátérünk egy kicsit protoszra is. Na, kösz mindent. Sziasztok. Köszönöm. Hello, jó éjszakát. User disconnected from your channel. Köszönöm. Na, akkor én is elköszönök tőletek. Szervusztok. Jó éjszakát. Szia. User disconnected from your channel. Jó, hát akkor véget ért a mai training program.
megátláttátok, amint Evinek próbált segíteni, hogy jobb zárva essen. És hogyha lenne replayetek, vagy olyan játékok, amit nem értetek bármelyik fajjal, nyugodtan küldjétek el a hunkrafukacindex.hu címre, és mindegyik fajhoz van egy mesteres játékosunk, aki igyekszik segíteni, elmondja a hibákat, illetve tanácsokat ad, hogy hogyan tudnál javítani a játékodon. Úgyhogy ne hezitáljatok ezen, nyugodtan küldjétek, minden héten csinálunk ilyen videókat. Reméljük, hogy Evinek tudtunk valamit segíteni. Szerintem tudtunk, neki makró problémái voltak, ilyen 20 drónnal próbált végigmenni a játékon, ami nagyon kevés, és azért nem tudta kihozni rendesen a seregét szerintem. Úgyhogy most véget ért ennek a training programnak a streamje. Ezután majd engem láthattok, amint szívok a laderen. Csak egy kis szünet lesz még előtte, úgyhogy aki akar, az maradjon, aki nem, annak jó éjszakát.